A mérkőzés első harmadában ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, 20 percig felváltva estek a találatok. 7 hét után a szünetig azonban már csak hazai gólok születtek, így 10 hetes állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Fordulás után kiegyenlített a Kisvárda, de ezzel el is lőtték puskaporukat a vendégek, a folytatásban 5 góllal ellépett a Bátor. A Várda egyszer 3 gólra megközelítette a házigazdát, de a hajrá a Nyírbátoré volt, így Varga Lászlóik megszerezték 4. bajnoki győzelmüket. Egész héten én is, meg egy pár csapattársam betegségekkel szenvedtünk, úgy kapartuk magunkat össze erre a szombati napra, hát is nagyon sikerült. Nyilván mi készültünk erre a átlő nélküli játékra, dugdossák a beállósnak, egy-egyeznek inkább, mert nincs tipikus átlövőjük a Kisvárdának. 15 percig én úgy gondolom, hogy igen, ezt nem tudtuk semlegesíteni, de 15 perc után szerintem úgy a védekezés, úgy a támadás rendben volt. Második fél időben sajnos volt egy holtpontunk, ott nyilván a cserepad kicsit rövidebb a mi padunk, általában mindig így járunk. Ott volt egy holtpontunk, ott 11-11-re feljöttek, de aztán rendeztük a fejünkbe a dolgokat, és végül is így egy szép 7 gólos arányjal tudtunk nyerni. Weibli Zoltán Falcsik Miklós betegsége miatt december végéig vállalt el a csapat irányítását. A szakember szerint a játékosokat is megviselte az, hogy átmenetileg elveszítették korábbi edzőjüket. Ez aztán látszódott, hiszen a legelső mérkőzésünkön álló kézilabdát játszva egy magabiztos győzelmet aratott ellenünk a Hajdunánás. Aztán úgy gondolom, hogy a Szoboszló listavezető ellen már sikerült valamennyire fölállnunk, hiszen ezek a gyerekek ezek alkalmasak az MB2-re, sőt, azt mondom, hogy még egy-két játékos akár magasabb szinten is el tudna játszani, de itt a lényeg az, hogy próbálunk belőle fölállni, van még hátra 2 mérkőzésünk, és ugye annyira sűrű a mezőny, illetve a pont is annyira kevés az első és az utolsó helyzet között, talán van 4 pont, így bármi lehet a vége, úgyhogy itt minden pont nagyon fontos, nagyon fog számítani nekik, és főleg úgy, hogy ugye a tavaszi idényben már úgy induljanak meg, hogy azért csak jó helyről, vagy előkelőbb helyről várják a folytatást a fiúk. A forduló további eredményei a következők: Hajdúnánás Hajdúszoboszló 28-29, Tiszavasvári Hajdúböszörmény 28-30 és Deac 2 Balmazújváros 28-27. A D csoport tabelláját a 12 pontos Hajdúszoboszló vezeti, megelőzve a 11 pontos Hajdúböszörményt. A 9 pontos Nyírbátor szombaton a Hajdúböszörményt fogadja.